Ürgék Szabadka közelében. Tiszai holtág rekonstrukció Tiszakécskén. A Falkó tábora. Zöld portré Morvai Edina oktatási referensről. Ürgéket telepítettek Szabadka közelébe. 39 kisemlős került a védett homokvidékre. Az ürge, amely Szerbiában védett, fontos eleme az ökoszisztémának és a táplálékláncnak. Az ürge egykor gyakori fajnak számított a füves területeken, azonban mára megfogyatkozott ennek az állatnak az egyedszáma. A szabadkai homokvidékről pedig teljesen el is tűnt. Szekeres Otto, a Palicsrudas Közvállalat természetvédelmi őre elmondta, a Szabadkához közeli Csantavér környékén fedeztek fel egy állományt, és kezdték meg annak áttelepítését a védett területre. Még az 50-es években, 70-es években nagyon nagy egyedszámról beszéltek itt a helyi emberek, és utána a terület felszántása, illetőleg a gyepterületek eltűnésével az itteni állomány is eltűnt a területről. Tavaly előtti évben viszont lett találva egy viszonylag jó populáció szántóföldi körülmények között Csantavér közelébe. Ezeket az állatokat próbáljuk most átmenteni a közeljövőben, mivel hogy ott szintén nagyon sok veszélynek vannak kitéve, elsősorban ugye mérgezés, aztán hogy szántva vannak ezek a területek, akkor az ő kotorékaik is ezáltal megsemmisülnek, illetőleg hogyha olyan időben vannak szántva, amikor ezek az állatok már a téli álmukban pihengetnek, akkor el is pusztulhatnak az állatok. Eddig 39 állatot sikerült áthozniuk a csantavéri területről a homokvidékre. Az ottani parcellákon mintegy 150 állatot találtak. Az ott maradt egyedeket is szeretnék áttelepíteni a védett területre. A terepet, ahol elengedték az eddig befogott ürgéket, 5 évig készítették elő, szántóból alakítottak ki gyep területet. Duskó Csirovics, a belgrádi egyetem tanára is részt vett az akcióban. Szerinte a sztyepi ökoszisztéma számára kulcsfontosságú faj az ürge. Ovde smo danas da bi nastavili sa naseljavanjem tekunica ovde na pašnjacima Subotičke peščare. Sa jedne strane pokušavamo da spasimo životinje koje žive na lucalištima ovde u neposrednoj okolini. Ta lucališta će uskoro biti uzorana i život ovih tekunica će biti verovatno jako otežan i preživljavanje njihovo verovatno po znakom pitanja. Az ürge egyébként a sztyepes területek egyik tipikus kisemlőse. Jelenléte más állatok életfeltételei szempontjából is fontos. Elsősorban ragadozó madarak táplálékául szolgál. Tiana Nikolic, az Újvidéki Egyetem Bioszensz Intézetének munkatársa azt mondta, az áttelepítéssel a szabadkai homokvidék biodiverzitásáért is egy fontos lépést tettek. Okupljeni tako iz različitih institucija se već duže vreme bavimo očuvanjem staništa i zaštitom ove naše ugrožene vrste i stanovnika otvorenih travnatih staništa sa idejom da zaštitom tekunice pomognemo čitavom travnatom ekosistemu i svim ostalim ugroženim vrstama, pogotovo u ovim izmenjenim uslovima klimatskim i životne sredine i zajedno sa zagađenjem i tako dalje, sa nekim sa nekom idejom da pomirimo, da kažem, zaštitu prirode i poljoprivrednu proizvodnju ili proizvodnju hrane i da nađemo neko zajedničko rješenje u budućnosti. Az állatokat előre kifkurt üregekbe engedték, ezt követően egy ideig a szakemberek segítik a táplálkozásukat, amíg meg nem szokják új környezetüket. A
az őszi eső sem tudta megakadályozni a tiszakécskeieket, hogy újra birtokba vegyék a holttiszát. Tiszakécske önkormányzata, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park közös projektjének köszönhetően nem csak a terület rehabilitációja történt meg, hanem egy tanösvényt is létrehoztak interaktív táblákkal. Az 1,2 milliárd forint értékű projektben megtörtént a holtágak kotrása, a partok rendezése és a víz utánpótlás kialakítása is. A holtisza rehabilitáció, amit most éppen átadtunk, illetve átvettünk, átadtuk a lakosságnak, az egy tényleg egy nagyon nagy dolog, ugyanis valóban négy szakaszból áll a holtisza, és ebből a négy szakaszból egyetlen egy szakasz volt csak 2002-ben és 2003-ban akkor már rehabilitálva, tehát felújítva, megújítva. Most viszont az 1-es, a 3-as és a 4-es szakaszt is visszakaptuk, sőt, az 1-es szakasznál itt egy olyan plusz attrakciót kaptunk, amire büszkék lehetünk mi is, és mindenki. Az újdonság a 2,5 kilométer hosszú Nádi Rigó tanösvény, ami 12 megállón interaktív táblák és játékok segítségével mutatja be a Tisza élővilágát. A tanösvény része egy 1,3 kilométer hosszú stég és egy madárles is. Ráadásul az egyes szakaszokon további fejlesztéseket szeretnének még megvalósítani. Ide még szeretnénk egy kis csónakázó lehetőséget is biztosítani majd a turistáknak, illetve a mieinknek is, a kécskeieknek is egyértelmű. Csónakokat szeretnénk még egy párat vásárolni, illetve van már nekünk kajakunk, kenunk a városnak, ezeket is ide lehoznánk, és a régi, a még fölfedezetlen, teljesen nád, benőtte helyeket végig csónakázni, végig evezni, hát ez nagyon nagy élmény lesz, teljesen biztos vagyok benne. A projekt ünnepélyes átadóján Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét alpolgármestere elmondta, a holtisza újraélesztése az egész térségnek fontos. Büszkék lehetünk arra, hogy az 5 éves munka minden résztvevője kitett magáért. A projekt eredménye bizonyíték, hogy lelkesedéssel, összehangolt munkával olyasmit hagyhatunk gyermekeinknek örökül, ami visszavezeti őket a természethez, az élővilág szeretetéhez, fogalmazott az alpolgármester. Kovács Ernő, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal kormány megbízottja köszöntőjében úgy fogalmazott, a holtágrendszer ezelőtt jóval elmocsarasodott és szúnyogtemető volt. Nagy álom volt ez itt a tiszakécskei vezetés, még a tanácsrendszerben látta, hogy ez a holtisza, ez megy tönkre, föliszapolódott a nádas, és a mocsár elvette az értékét. Az önkormányzat először pályázati pénzből, utána a saját forrásból kezdte el azokat a munkálatokat, amelyek ma teljes értékűen befejeződtek, és visszaadtuk mind a négy holtágat a természetnek, az élővilágnak. Az elmúlt esztendőben már itt költöttek vadlibák, hattyúk, és azt remélem, hogy az a több mint 2 kilométeres tanösvény az első holtágon itt a város alatt, közvetlen a házak alatt, az rengeteg sok élményt nyújt majd az ide látogatóknak. A kormány megbízott hozzátette, hogy a terület annyira eldugott, elzárt terület volt, hogy még szolnoki ismerősei sem tudtak róla, hogy vannak itt holtágak. A Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen készültek el a tervek, és megpróbáltunk mindent kihozni, amit ki lehet hozni ebből a területből. Itt nyilván majd a horgászok is a kedvezményezettek között lesznek, hiszen még nagyobb vízfelület, még több hal, még több horgászhely, ami majd azt mutatja, azt vetíti előre, hogy nagyon sokan majd ellátogatnak hozzánk, és egy kedvenc célpont, mint ahogy eddig is már a 2-es holtág, majd most az egész holtág egy kedvenc célpontja lesz a turistáknak. Varga Csaba, a kivitelező Duna Aszfalt ZRT területi igazgatója ismertette, mennyi munkával járt az elveszett kincs visszaszerzése. Mint elmondta, a munkálatok során a 3-as és 4-es holtág egy egyszerűbb alakító kotráson és rézső igazításon esett át. Nem csapolták le a holtágak vizét, csak csökkentették a szintjét. A két holtág esetében 32-34 ezer köbméter anyagot mozgattak meg. A legnagyobb beavatkozásra az 1-es holtágon volt szükség, itt 54 ezer köbmétert mozgattak meg úgy, hogy leengedték a 120 ezer köbméternyi vizet. Ehhez azonban a halakat át kellett telepíteni, ebben nagy segítségükre voltak a Sporthorgász Egyesület tagjai. A partrendezés és helyreállítás után várhatóan javul majd a holtság vízportlása és lassul a meder feltöltődése. Thank you.
környezetismeret és a természet szeretet fejlesztése a gyermekeknél volt a célja a Falkó Természetkedvelők Egyesület táborának. A sátortábort a Jegricska partján tartották. A gyerekek 10-es csoportokba osztva vettek részt a foglalkozásokon. Tanultak a madarakról, rovarokról, víz- és szárazföldi növényekről és általánosan a környezetvédelemről is. A hidroökológia órákat a vízen csónakázás közben tartották. A globális felmelegedés után az egyik legnagyobb probléma, ami jelentkezik a természetvédelemben az elsivatagosodásnak a jelensége, főleg a Duna és a Tisza között, tehát Vajdaságban is jelentkezik a Duna és a Tisza között, azáltal, hogy ez a két nagy folyónk be lett határolva ugye, különböző gátakkal, meg vízelvezetési munkálatokkal, ezek a folyamatok oda vezettek, hogy az elsivatagosodásnak a jelei megjelentek már nálunk is, és ennek kapcsán beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy mit jelent az, hogy a Jegricska, meg a Krivaja, a Duna, meg a Tisza között összekötő ökológiai folyosó és víz ellátó szerepet tölt be. A táborozók megtanulták, hogyan fogják be a madarakat, és hogyan gyűrűzik meg őket. A kedvencem az természetesen, amikor ugye mentünk a hálóra, az érdekes volt nekem, hogy a madarakat gyűrűzzük. A gyerekek a tábor alatt több mint 150 madarat gyűrűztek meg, többek között poszátákat, füzikéket, cinegéket, törpegémeket, sőt jégmadarakat is. Ebben Nenács Primo ornitológus volt a segítségükre. Nézzünk, milyen a kondíciában a madár, mennyi van zsír, milyen a izomig, hol vannak új tollak, hol vannak új tollak, ott a vedlik. Itt nincsen, sehol nincs új kis toll, és akkor az nulla vedlés. Mérjük a szárnyát, mennyi hosszú a szárnya, még utána mérjük, és akkor engedjünk. Nincs. Fogod? Igen. Fontos, hogy a gyerekek minél előbb megtanulják a környezetvédelem alapjait, és hogy megszeressék a természetet. Véli Patacs Gyertvin, a tábor egyik foglalkozás vezetője. Próbálom bemutatni nekik azt, hogy a környezetben mindig minden összefügg mindennel, hogy akár egy eldobott műanyag flakon is hatással lehet a teljes környezetünkre, ugyebár a környezetszennyezés formájában például, de más példákon keresztül a különböző hőmérsékleti változások, nyomás, tehát egy adott ökoszisztémának a különböző tulajdonságai hogyan hatnak az élőlényekre. És például a Gyanánt pont egy vízi ökoszisztéma, most egy ilyen álló víznek a vertikális rétegződését taglaljuk tulajdonképpen. Miért fontos, hogy a gyerekek már ilyen korban megtanulják ezeket a dolgokat? Lényegében minél előbb megtanulják magának az ökológiai gondolkodásnak az alapelveit, annál előbb tudnak tenni a környezetükért, és annál előbb hát nem is tudjuk megállítani, de viszont csökkenteni tudjuk az emberi ökológiai lábnyomát. Minden évben nagy az érdeklődés a tábor iránt. A gyerekek is alig várják, valamint a szülők is szívesen küldik ide a gyerekeiket, ugyanis rengeteget tanulhatnak és gyönyörű környezetben lehetnek.
Egy eléggé szép és jó környezetben vagyunk. A Jegricska folyópartján, a Vajdaság vizei info központjában, és körülöttünk nádas van, vannak ezek a termőföldek is, kukoricások, minden, és akkor ezáltal maga az élővilág is hát jóval gazdagabb, mint egy településen. És akkor több látnivaló is van nyilván, ami a madárvilágot is illeti, a rovarvilágot, hüllőket, kétéltűeket, bármit. És így mi ezt is mutatjuk be nekik, hogy mit láthatnak maguk körül, és ezt úgy megismerni. És ez az ismeret által akár, hogy egy ilyen hát szeretetet is kialakítani, vagy hogyha vannak félelmek, akkor azokat ugye, hogy legyőzzék, hogy nem minden, amit meglátnak és nem ismernek, azt nem kell eltaposni és elpusztítani, mert hogy alapjában véve a természet, a környezet élővilágával mi inkább, szóval azok nem az ellenségeink, csak meg kell tanulni velük élni. A gyerekek számára óriási élmény lehet a természet közelsége és az élővilággal való ismerkedés. A tanulás mellett bőven jutott idő horgászásra, barátkozásra és játékra is. A Kiskunsági Nemzeti Parkban jelenleg oktatási referensként dolgozó Morvai Edina már korán kapcsolatba került a természettel. Tanulmányai során is a biológia és a természet szeretete került az előtérbe. Gyerekkorom óta szeretem a természetet, nyilván főleg gyerekként az állatokat kedveltem meg, de alapvetően a biológia az, amit nagyon szerettem, és középiskolában úgy jól is ment, nagyon jó tanárom is volt, és utána döntöttem el, hogy valami ilyesmi szakterületen szeretnék majd dolgozni. Jelenleg már sokféle feladat köti a természetvédelemhez. Alapvetően környezeti neveléssel foglalkozom, tehát a főleg iskolás csoportoknak viszek terepen foglalkozásokat, hogy tartok bemutatókat, illetve túravezetéssel is, tehát a Nemzeti Parknak a nyílt túráim is, mint túravezető vagyok jelen. A Kiskunsági Nemzeti Parkhoz már közel egy évtizede közvetlenül kötődik, mivel szakdolgozatának témáját is innen merítette. 2012-ben kerültem először ide a Kolontóra, méghozzá a kolontavi madárvártára. Akkor az egyetemen volt egy ilyen madárvédelmi terepgyakorlat című tantárgyunk, és egy madárvártán kellett ezt eltölteni, úgy kerültünk ide. És akkor itt a Nemzeti Parknak ugye a természetvédelmi őrével, Bíró Csabával megismerkedtem, és pont szakdolgozati témát kerestem az egyetemen. És ő több témát is felajánlott, és ebből egyet kiválasztottam, és akkor abból készítettem el a dolgozatot. Madarászattal kezdtem, tehát a szakdolgozati témám az a Kiskunsági Nemzeti Park gémtelepeinek a felmérése volt, de a diplomunkám az pedig itt a Bikatorok nevű homokpuckás élőhelynek a nappali lepke faunájának a felmérése. Én alapvetően minden állatcsoportot nagyon szeretek, de a növényeket is ugyanúgy nem tudnék úgy kiemelni egy fajt, vagy egy állatcsoportot, vagy növénycsoportot. Nekem mindegyik a szívemhez nagyon közel áll. A szakmai feladatok mellett természetvédelmi vetélkedőkön is részt vett. 2014-ben volt, akkor az a második évada volt az Ifjú Kócsagör programnak, és akkor abban igen részt vettem, a Bíró Csaba volt ugye a mentorom. Hát egy ilyen kéthetes terepgyakorlatot kellett vele eltölteni, és az ott elvégzett munkákat, amiket megismertem, vagy az őrnek a feladatait, amiket közösen elvégeztünk, abból kellett aztán egy előadást tartani. A területi döntőt, tehát a Kiskunsági Nemzeti Parknak a döntőjét azt megnyertük, és utána mentünk az országos döntőre tovább. Morvai Edina egyik kedvelt területe a Kolontó és környéke.
Mivel ide jöttünk így először, és itt ismerkedtem meg igazán a valódi természetvédelemmel, ezért ez a terület, ami a szívemnek így a legkedvesebb. A túrák jellege az elég vegyes most már. Ugye a gyalogtúrákkal indultak a programok, de most már az elektromos kerékpároknak köszönhetően ilyen jellegű túráink is vannak, de ezen kívül még lovaskocsis túrákat is szoktam vezetni, amik akár éjszakába nyúló, ilyen éjszaka hangjait megfigyelő túrák és kenu túráink is vannak. A túrák során megismerkedett a környező települések és a távolabbi városok természetvédelmet szerető túrázóival és iskolásaival. A Kolontó körüli településekről jönnek ki inkább, de Kecskemétről vagy Budapestről is érkeznek gyerekcsoportok, főleg általános iskolás csoportok osztálykirándulás keretein belül. Én úgy látom, hogy nagyon szeretik a természetet, jól érzik magukat benne, így a friss levegőn szeretnek kirándulni, sétálni, és hát főleg az állatok, amik ugye érdeklik őket. Ugye egy ilyen túrán azért általában a gyakori fajokat lehet megfigyelni, tehát főleg itt ugye a békákat, vagy madarak esetében mondjuk nagy kócsagot, szürkegémet láthatnak. Ugye ami ritka fajok, például a lápipóc, ugye a fokozottan védett halfajunk, aki a vízben él, róla is mindig el szoktuk mondani az ismertető szöveget, de ugye nyilván azt ugye nem láthatják. És akkor hát ragadozó madarak közül mondjuk rétisas az volt már rá, vagy fekete gólya, hogy beröpült, bekörözött fölénk, és akkor azt meg tudtuk figyelni. Ugye mindig van nálunk távcső, vagy teleszkóp, és akkor ezzel közelebbről is meg lehet figyelni a madarakat. Nem csak ismeretterjesztő túrákat vezet, hanem amikor szükséges, részt vesz a természetvédelemhez kapcsolódó mentési munkákban is. Fülöpházán, ilyen medencékben ott összegyűltek a mocsári teknősök, és őket mentettük ki, és hoztuk el ide a Kolontónak a vizébe, és lemértük őket, hogy mekkora a testméretük, és utána engedtük őket szabadon. Ez egy ilyen közös munka volt a Bíró Csabával. Morvai Edina a természetvédelem aktuális problémáiról is szólt. Amit általánosan el lehet mondani ide a Kiskunságra, az a szárazság. Tehát a csapadék, a vízhiány az itt a Kolontónál is komoly problémát okoz, vagy okozhat majd a jövőben is. Ugye a téli csapadék hiánya, illetve a tavaszi, koratavaszi csapadékoknak a hiánya miatt a tó is egyre szárazabb, és több madárfa is a költésében, az kötődik a vízhez, és ennek a hiánya miatt ezeknek a madárfajoknak a száma az lecsökkenhet, és már van, ami le is csökkent itt a tóban. A túrákon minden alkalommal igyekszik felkelteni, főként a gyermekek érdeklődését az élővilág iránt. A túrák során igyekszem ilyen élmény alapú oktatásban részesíteni a gyerekeket, tehát általában inkább az érdekesebb dolgokat emelem ki, akár a terület kapcsán, vagy a fajok kapcsán, amiket éppen látunk, és pont ezért, hogy a távcsövet is, teleszkópot is viszek magammal, tehát közelebbről meg tudjuk figyelni, illetve lepkeháló is van velem, és akkor általában lepkéket is, rovarokat is szoktam fogni, tehát hogy tényleg lássák közelről ezeket az állatokat. Jól érzem magam itt. A Kiskunsági Nemzeti Park új elektromos kerékpárjaival számos túrát szervez a Nemzeti Park szeptember és október hónapokban, a hétvégéken, 25 és 40 kilométeres távokon. Valamennyi túrához előzetes bejelentkezés és regisztráció szükséges a Kiskunsági Nemzeti Park weboldalán.